Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánok Önöknek. Éppen 7. éve, hogy fizikai értelemben nincsen közöttünk S. Nagy István, a legendás dalszövegíró, aki a dalaiban most is velünk él. Olvad az idő, mint a halvány jégvirág, és a tűnő boldogság majd véget ér. Ott állsz egyedül, falevél a domtetőn, álmos holdfény rád köszön, s elfúj a szél. De addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell, ó, hit hát el. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Most, 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 most élsz, most örülj, hogy szép a nyár, most örülj, hogy van ki vár, és a két karjába zár. Múló örömök, sivár létünk színpadán, mikor egy szó hallatán dobban a szív. Sajnos vége lesz, tudtuk már a kezdetén, túl az álmaink ködén a semmi hír. De addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell, ó, hit hát el. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Most, 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 most élsz, most örülj, hogy szép a nyár, most örülj, hogy van ki vár, és a két karjába zár. Most élsz, most élsz, most élsz. A Most élsz című Máté S. Nagy dalt mese szépen tolmácsolta mai vendégünk, Farkas Gábriel. Köszönöm. Ahogy tanulmányoztam az életrajzodat, bizonyos predesztinációkra figyeltem fel. Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy te Balatonfüreden születtél, nem messze attól a helytől, ahol annak idején az a legendás klip készült, ahol a Máté S. Nagy szerző páros sütögette a szalonnáját.
Marina Hotel szemben a Baricska csárda, mert akkor volt a Máté Péter ott rezidens egész nyáron, és ugye valamilyen szerzői jubileum miatt forgatott ott a Magyar Televízió, és akkoriban még ugye szocializmus volt, tehát kommunálisan lehetett ott szalonnát sütögetni, és kikérni a fröccsöt a csárdából. És akkor a Baricska csárdának a szalona sütő helyénél vették fel ezt a tihanyi háttérrel. Úgyhogy én valószínűleg pár utcasarokkal odébb voltam a nagyszülőknél akkor éppen. Ugye nyáron nem volt óvoda, és akkor sokszor voltam Aranka mamánál, a farkas nagypapáik voltak balatonfürediek, és a nagypapám volt a halászkertnek és a töltyfacsárdának az üzletvezetője. És ellátogattál erre a szalonosütő helyre? Oda ellátogattam, igen. Én abszolút nosztalgikus vagyok, sőt, olyannyira ellátogattam, hogy a Marina Hotelben a Marina Bár, ami egy ilyen nagy klasszikus 80-as évekbeli ötvöscsöpi filmekből ismeretes, és Medvecz-Kilona jelenetekből ismeretes helyszín, ott adtunk Máté Péter emlékestet. Az se véletlen, hogy te gyerekként, amikor láttál egy zongorát, akkor rögtön vágyat éreztél, hogy te azon játsz. Igen, ezeket szerintem hozzuk magunkkal. Én nekem van egy ilyen elképzelésem arról, hogy mindenki gyerekkorában tudja, hogy ő kicsoda. Csak a hülye felnőttek lebeszélik. Egyrészt lebeszélik róla, másrészt nem biztos, hogy azonnal elé kerül az, ami ő, hogy fölismerje, az, hogy mivel tud azonosulni. De például a zongora az ilyen volt. Például Joel Grey a kabaréban ilyen volt, vagy Liza Minnelli, vagy Sammy Davis Jr., vagy Fred Astaire, vagy Máté Péter. Úgyhogy nekem ezek, amikor, vagy Márkus László, vagy amikor néztem valamit a televízióban, akkor nagyon ketté vált, mint az olaj meg a víz, hogy aha, ezzel tudok azonosulni, ezt nem is értem, hogy ez micsoda. És nekem valószínűleg ott a zongora az egy nagyon-nagyon erős vonzalom volt, amit egészen hatodikos koromig nem engedhettünk meg magunknak, mert nem volt zongoránk. És aztán utána lett anyukám, vett egy pianinót, és akkor kőkeményen elkezdtem gyakorolni, már nagy zongorista nem lesz belőlem, de még kísérgetni el tudom magam. Valamiért a képzőművészetet választottad. Ja, ez az óvodások, azok minden nap választanak valamit, valamilyen játékot, hol a zsírkrétával firkálgatnak, hol akvarelleznek, hol szerepjátékot játszanak, indiánok vagy kaubolyok, vagy papás-mamást, hol pedig ugye elkezdenek énekelni, vagy körbe táncolnak. Én nekem ez valahogy nagyon erőteljesen megmaradt, ez az attitűd, hogy valójában engem a játék érdekel, nem a győzelem. Tehát versenyezni nem szeretek, játszani. A részvétel a fontos. Igen. Örömteli részvétel a játékban. Igen, maga az életben. Mert az élet maga ez a játék, amiben én örömmel részt veszek, de nem akarok senki rovására nyerni semmiben. A Kell, hogy várj című dalt éppen festőállványon voltál, vagy valamilyen képzőművészeti munkálkodásod közepette ismerted meg? Igen, a Képzőművészeti Egyetemen volt egy kazettás magnó, amin zenét hallgattam, és ugye akkor már CD-k voltak amúgy divatban, és nekem volt egy Máté Péter válogatás kazettám, és a Juhász Dóra csoporttársammal, akivel egy műteremben voltunk, rendszeresen hallgattuk ezt a Máté válogatás kazettát, és hát én onnan ismertem meg a Kell, hogy várj, vagyis ott nagyon beült a fülembe ez a nóta, és amikor volt a Csepregi Évával egy Neoton Swing koncert az akkor még Szimacsarnokban, most Bokcsarnok, és ott vendég voltam, és énekeltem swinget, ugye egy Sinatra nótát, és utána duettben énekeltük ezt, és én nagy pofán olyan fölkonferáltam, mint Máté Péter dal, és akkor ott kijavítottak, hogy nem, ez egy Neoton sláger, de az S nagy írta a szövegét. És Pásztor László írta a zenéjét, és ennek a tudásnak a birtokában
megkérlek, hogy énekeld és játssz el ezt a dalt is. Boldogan. Szemedben könnyek, haragszol rám, hogy el kell menjek, nem az én hibám, de kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szerez egy kis örömöt nekem. Kiszáradt torkom, és ég a szám, utolsó csókunk, gondolj majd rám. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szerez egy kis örömöt nekem. Neves, hisz így szeretlek, vidámnak is, kedvesnek lássalak, ha nem leszel vele. Nehéz most messze menni, de könnyebb elviselni, ha rád majd így emlékezem. Titokban sírhatsz, egy kicsit még, na jól van most már, ennyi elég, mert kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szeretsz egy kis örömöt, mert kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szerez egy kis örömöt nekem. Jelek, gyerekkori jelek. Láttam egy olyan talán vízfestményt, amit gyerekként készítettél, elefánt. Na most felnőttként pedig láttam fotókat, ahol te elefántokat ápolsz. Tehát ez is egy jel volt, ami mutatott arra felé, hogy neked találkoznod kell ezekkel a csodálatos állatokkal? Szerintem igen. Én egyértelműnek veszem, tehát az állatkertben, amikor először a Veszprém állatkertben jártunk, akkor egészen kicsi gyerekként, olyan mély hatással voltak rám ezek a gyönyörű teremtmények, hogy ugye a fotografikus memóriám van, én le tudtam rajzolni egészen arányosan őket. Igen, nagyon helyes kis rajz volt. Igen, és... ugye az, hogy én ezt megismételtem, tehát én szerettem volna megőrizni, vagy kitenni, hogy folyamatos, konstans jelene legyen ennek a lénynek, ebben benne van az is, hogy én szerettem volna valahogy a jelenlétében lenni, valahogy kommunikálni. Valahogy valószínűleg meg is érezhettem, hogy mennyire intelligens egy elefánt, és aztán személyesen ezt meg is tapasztalhattam. A festményeidet nézegetve nagyon sok a bohóc figura. Ugye 3 évesen az óvodában, amikor volt egy ilyen évzáró ünnepség, és elmondtam egy verset, és annyira beleéltem magam, hogy tényleg elsírtam magam, ahogy a végén mondtam, hogy siddogált a tőpe, és mondogatta közben, hogy minek is van mázsám, ha nincsen hozzá kásám. És akkor oda jött hozzám valaki, hogy te mi akarsz lenni, ha nagy leszel, akkor ugye a gyerekek általában űrhajóst, meg kukást, meg mozdonyvezetőt, meg ilyeneket mondtak. Én azt mondtam, hogy tetszik tudni, kedves Ivánca apuka, mert tudtam, hogy így kell szólítani a felnőtteket. Én belőlem világhírű zenebohóc lesz.
És akkor mindenki nézett, hogy honnan a francból vettem én ezt, hát ugye az Ötvös Gábort láttam a televízióban, és nagyon tetszett nekem az, hogy nem lehetett elvenni tőle a lehetőségét a játéknak. Tehát a játék lehetőség az ott volt a kabátjában, ha egy hangszert elvettek tőle, hogy itt nem szabad zajongani, a harsonát elvették, akkor elővette a szaxofont, ha azt elvették a klarinét, ott van másik. Mindig volt másik. Na most én az életet nézem így. Hogyha éppen valahol falba ütközünk, ahogy anyukám mondta, a kisebb ellenállás irányába tessék haladni olyankor, és az, ami hívogat, ahol könnyebb valamit kreálni, alkotni, teremteni, akkor abba az irányba kell menni. Mert valójában minden csak útmutatás. Igen. A Moulin Rouge-ban többféle szerepet is betöltöttél. Egyszer ugye mit képzőművész voltál jelen, hiszen te festetted az egyik csodálatos Bárkút falat. Bárkút fölött lévő falfestményt, amit ugye az a fal az a II. Világháború után került oda válaszfalnak az Operettszínház előtere és a Moulin Rouge előtere közé. És aztán most, amikor felújították újra, és Kálmán Imre teátrumot csináltak belőle, és újra összenyitották az Operettszínházzal, akkor le kellett vegyük. Most ott van nálam föltekerve egy falfestmény, ami egy fura dolog, hogy letéptük a falról, és fel van tekerve, hát és várja, hogy új helyre kerüljön. A másik funkciód, hát képzőművész létedre énekes-táncos konferenciai feladatot kaptál a Moulin Rouge-ban. Hát nézzük meg, hogy Farkas Gábriel milyen volt, mint énekes-táncos konferenciai a Moulin Rouge-ban. Meine Damen und Herren, Mesdames und Messieurs, Ladies und Gentlemen. Na most, hogyan lettél te képzőművészből énekes, táncos és konferenciér? Az előadó művészet az már a gimnáziumban lévő... Bohótságodból adódott? Abból, vagy a Diákszínjátszó kör Fogel Róbert, Pál István vezetése, és aztán az, hogy én egy fesztiválon az Örkény egypercesek megrendezése miatt megkaptam a rendezői különdíjat, amit elvileg egy drámatagozatos tanárnak kellett volna kapnia, de mivel én csináltam, ezért én kaptam, és ez egy posztgraduális képzés volt, ahol azt mondták, hogy nem baj, ha nincs érettségim, járjak, szigorlatozzak le, majd ha leérettségizem, már lesz egy diplomám. És akkor így, ahogy leérettségiztem, már elvileg egy diplomás rendező voltam, és ezért is mentem a képzőre, mert most akkor minek menjek a színművészetire. És akkor jelentkeztem a képzőre, oda nem vettek fel elsőre, és akkor jártam rajzolni, és nagyon sokat színházban nézni mindenkit. És ez az előadói véna, ez nem tűnt el, csak... átalakult. A Moulin Rouge-beli konferenci szerep bevonzotta a világhírű kabaré musical konferenci szerepét, amit több előadásban, többféle módon is eljátszottál. És a zene is főszerepet kezdett kapni az életedben, hiszen lett saját zenekarod, elkezdtél dalokat írni, nem is akármilyeneket, például az egyik dal a Pesti Balhé című film betétdala. I need personality, not virtuality. I need you to know what you want. Turn me on with your strong heart. So come and get me, come and break me, come and take me, and when you've done, just leave me alone. Get a love, get a job, get a home. Come on, come on, come on, get a life, get a life. I'll be your sweetheart, honey. Sweetheart, honey. Take a sketch.
scratchy boy, cause I'm not your scratchy toy. Be your sweetheart, honey. Sweetheart, honey. But I am individually unconstructible. Get a love, get a job, get a home, get a life, oh, get a love, get a job, get a home. Come on, come on, come on, get a life, get a life, get a life, get a life. Tovább figyelve azt az életutat, ami S nagy felé terelt, tudat alatt, vagy tudatosan, az egyik lemezedre, az Ajándék című lemezre föltettél egy Havasi S. Nagy lírai dalt, a két összeillő embert. Ez olyannyira szívan ütötte Gájer Bálintot és mennyasszonyát, hogy erre romantikáztak. Igen. Sőt, amikor elkövetkezett az a bizonyos polgári esküvő, akkor én úgy tudom, hogy te ott meglepetés is voltál. Igen, ez a járvány idején volt, mármint a lezárás karantén időszakban, ahol nem lehetett ott lenni, nem voltak ott a család, senki ezen a bizonyos anyakönyvvezetői szertartáson. És én elbújtam egy fal mögé, és amikor kimondták már a boldogító igent... De hogy jóval korábban ott voltál már? Igen, ott mi ott beállítottuk ezt az egészet, és a szabály szerint, hogy nem mehettem közel, stb. Meg volt adva, hogy meddig mehetek, stb. Nagyon érdekes volt, de betartottuk ugye az előírásokat, és amikor volt ez a közgyertyaszertartás, azt hiszem, és összeérintették a két gyertyát, és akkor onnantól kezdve egy gyertya égett, az ő kettejük tüze összeadódott, megszólalt az intrója ugye ennek a dalnak, és a Brigi odasugta a Bálintnak, hogy hallom ám, Istenem. Tehát, hogy fölismerte, hogy mi az, de azt gondolta, hogy ez csak egy felvétel. Hát amikor kiléptem a fal mögül és elkezdte védekelni, akkor persze könnyek szöktek a szemébe, és aztán a Bálint fölkérte, és erre keringőztek ott. Úgyhogy nagyon romantikus volt. Én meg támogatom a szerelmeseket mindenféle formában. Hát igen, egy barát áldozatokat is hoz, hiszen azért vannak a jó barátok. Esőt felszárítani úgy sem tudod, a szelet megfordítani úgy sem tudod, ujjait közt akkor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudod, az érzést elhallgattatni úgy sem tudod, ujjait közt akkor úgy számít szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék
egy fázós alkonyon. Néhány évvel ezelőtt megalapítottam az S. Nagy István emlékdíjat, amit olyan előadó művészeknek adok át, akik éveken keresztül repertoárjukon tartják és sikerrel éneklik a férjem emblematikus dalait. 2022-ben az S. Nagy István emlékdíjat kapja Farkas Gábriel. Fogadj szeretettel! Zavarba hoztál, és nagyon megtisztelsz. És igyekszem megfelelni ennek a fantasztikus megtiszteltetésnek, és igyekszem továbbra is szívből tolmácsolni S. Nagy gondolatait, hogy ezzel valóban örökzöldé váljanak. Köszönöm szépen! Köszönöm. Édes Gábriel, köszönöm, hogy velünk voltál, hogy velünk vagy, és köszönöm, hogy ilyen szívet melengetően repertoáron tartod az S. Nagy dalokat, amelyeknek a szövege is, mintha kicsit a te lelkedből is szólna. Az a helyzet, hogy a klasszikusokká váltak már ezek. Az amerikaiak könnyen standardizálják jazz formában a saját könnyűzenéjüket, és bekerül az úgynevezett American Songbookba. És én ezt annól, amikor Garai Attilához jártam jazz tanulni, énekelni, akkor kérdeztem tőle, hogy és Hungarian Songbook nincs? És akkor mondta, hogy hát el lehetne kezdeni. És akkor ővel elkezdtünk ezen dolgozni, hogy hogyan lehet bluesban, bossa novában, swingben, stb. Eljátszani. Egészen Eisenmann-tól, Czerkovic-tól indultunk, és akkor hát ugye természetesen eljutottam a S. Nagy Máté csodákhoz, és én nekem nagyon fontos a vers. Sokan nem gondolkoznak ebben, hogy a dal maga, a dallam az könnyen segít abban, hogy akár szavak nélkül is tudjunk imádkozni, ahogy mondta John Lennon, de az, amit kimondok, a kimondott szó, az abban lévő közlés, az sokkal jobban segít abban, hogy hogyan énekeljek egy bizonyos dalt, hogy hogyan fogalmazzam meg. És szerintem ezek azok az információk, kvázi programok, amiktől örök zöldé válnak ezek a bizonyos szerzemények, és az, amit az S. Nagy ránk hagyott gondolatot, ez a program, ez akkor fut, hogyha mi ezt futtatjuk. Köszönjük, hogy velünk voltak, és hálásan köszönjük azt is önöknek, hogy a szívükben továbbra is őrzik a férjem dalait. Reméljük, még nagyon-nagyon sokáig. Isten áldja önöket a viszontlátásra. Viszlát. Lej, ledát a percet minden.